Jó reggelt kívánok 2021. szeptember 2-án csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, hogy te gondot viselsz rólunk, és nem engeded, hogy olyan történjen velünk, amit előzőleg te nem hagytál volna jóvá. Nem mindent akarsz, Urunk, ami megtörténik velünk, mert nem akarod sem a rosszat, sem a betegséget, de megengeded olykor, hogy rossz dolgok történjenek. Úgy, ahogyan megengedted azt, hogy a te szent fiadat, az Úr Jézust elfogjuk, megöljük, keresztre feszítjük. Mert ez volt a bűnnek a büntetése, ő volt az, aki elhordozta a te haragodat, Urunk. Köszönjük, hogy ő érte most már, nem haragszol ránk. Kérünk, hogy áldíts meg minket, és a kedves te erőtted, hadd értsük meg ma is a te ígéd üzenetét. Amen. Isten ígéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból. A Márk írása szerint való evangélium 14. részéből, a 43. verstől az 52. verssel bezárólag a következőképpen. Jézus még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele a főpapuktól, az írástudóktól és a vénektől, kardokkal és botokkal a kezükben. Aki elárulta őt, ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el és vigyétek el biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt, Mester! És megcsókolta. Azok pedig megragadták Jézust, és elfogták. Valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén. Őt is megragadták, de ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, úgy is szokták emlegetni ezt a jelenetet, hogy a Júdás csók, amikor elárul valaki valakit, és valamilyen jelet ad meg ismertetésként, hozzá kell, hogy tegyem, hogy sokáig én azt gondoltam, hogy a csókot a szájra adják, de ezt puszinak is lehetne fordítani. De hát a Júdás puszi az olyan furcsán hangzik, Júdás csóknak szokták hívni, mint ahogy a Vágó hídnál is alkalmazták régen azt, hogy volt egy úgynevezett Júdás bak. Amikor a Vágóhídra terelték a juhokat, akkor saját maguktól nem mentek ám csak úgy oda. Viszont volt egy olyan általában kecskebak, amelyik be volt tanítva. Az előre ment, és amikor elindult a többi utána, akkor volt egy kis oldalajtó a bejáratnál, azon ő ügyesen kislisszolt, becsukták utána az oldalajtót, a juhok megmentek tovább egyenesen a Vágóhídra, a vesztükbe. Ugye te nem vagy ilyen Júdásbak, ugye nem árulod el a többieket, ugye nem akarsz rosszat nekik. Amikor itt Jézust elfogják, akkor hasonlít ahhoz, mint amikor egy felnőtt beáll a gyermekek közé játszani, és engedi, hogy cibálják, ezt azt csináljanak vele, leteperjék, legyűrjék. Kicsit olyan, mint amikor Gulliver Lilliput országába érkezik, és aztán őt ott megkötözik. De valójában itt sokkal többről van szó. Jézus ura az eseményeknek, nem tehetetlen elszenvedője. Ezt nagyon fontos tisztázni, hogy akkor, amikor az Úr Jézus Krisztussal megtörténnek ezek a földi események, ő ezt megengedi. Meg tudná akadályozni, lenne rá hatalma. Pontosan ezért imádkozott a Gecsemáné kertben gyötrődve, hogy Uram, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Nyilvánvalóvá válik Jézus Krisztus számára, hogy ő neki az a legfőbb feladata, hogy meghalljon, értünk. Ezt elmondta már korábban a tanítványoknak, ahogy azt is elmondta, hogy el fogják őt hagyni. Ott van az Úr Jézus, aki engedi, hogy őt elfogják. Az egyik énekünkben olyan szépen fogalmazzuk ezt meg. Egyedül hagyattaték, éjjel megfogadtaték, ki mindent kézen fogva tart, megfogadtatni így akart. Az, hogy ki mindent kézen fogva tart, a minden hatót jelenti, akinek minden a kezébe van.
Véletlenek még véletlenül sincsenek az életünkben, ahogyan az Úr Jézusnál sem volt véletlen. Nem tehetetlen elszenvedője az eseményeknek, hanem irányítója és jóváhagyója. Jusson ez eszedbe akkor, amikor szenvedsz. Akkor, amikor talán mindenki elhagyott. Akkor, amikor úgy érzed, nem sikerül valami. Isten jóvá hagyta. Nem véletlenül engedi meg. Márk önmagáról is ír ebben a fejezetben. Itt szól másodszor önmagáról, de egyszer sem mondja el, hogy saját magáról van szó. Olyan visszafogott, alázatos, olyan, mint a Mátyás király mondájabeli leány, aki vitt is ajándékot, nem is köszönt is, nem is. Márk is le is írja magát, meg nem is. Nem mondja el, hogy ő volt az, aki egy korsó vizet vitt a fején, és elő kellett készíteni az lakomát, és megmutatni, hogy hol van az a szálláshely. És nem mondja el, hogy az az ifjú, aki itt elszalad, még az ingét is hátrahagyva az ő maga. Miért fontos ez? Mert néha nem az a fontos, hogy én mit csinálok, vagy hogy én meg legyek nevezve. Tud egy lépést hátralépni. Amikor kell, akkor pedig tud egy lépést előre lépni olyannyira, hogy megírja ezt az evangéliumot elsőként. Adjon Isten bölcsességet, hogy tudjam, mikor kell előre lépni, mikor kell háttérben maradni. Mert véletlenek még véletlenül sincsenek. És Isten tudja, hogy mit miért tesz. Bízd rá magadba is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat. Te adj bölcsességet, hogy tudjuk, mikor kell előrelépni, és mikor nem. Mikor kell jelentkezni, és mikor nem. Mikor kell beszélni, és mikor kell csendben maradni. Urunk, köszönjük, hogy a bűneinket felvitted a keresztre. Add, hogy ne gyalázzunk meg téged, és miattunk ne gyaláztassék a te szent neved. Így kérünk, a mai napon is te légy velünk. A betegeknek te adj gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalódást, a szenvedőknek enyhülést, az üldözötteknek kitartást. Légy kérünk mindannyiunkkal, Istenünk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot mindenkinek!